61. fejezet A találkozó elkerülhetetlen volt, nem volt más választásuk. Mév armadájának kedvezett a szélirány és az áramlatok is. Hiába volt közel a part, még előtte utol fogják érni őket. A tündérkatonák ráadásul túlerőben voltak, esélyük sem volt. Róven és Edion az események minden lehetséges forgatókönyvét felvázolták Elinnek, de mindegyik egy irányba mutatott, az összeütközés felé. Elin mágiája azonban az ilkekkel folytatott csatában teljesen kimerült, iszonyúan fáradt volt, tudta, hogy ez hova vezet. Mévnek harmadannyival több hajója volt, és harhatatlan mágikus erejű harcosai. A fekete vitorlák villámsebesen betöltötték a horizontot, az ellenséges hajók erősebbek, ütőképesebbek voltak. Róven és csapata egykor maguk felügyelték Mév katonáinak kiképzését, ismertek sok részletet, és semmi nem adott okot a bizakodásra. Amarosan egy díszesen faragott, evezős hajó közeledett a hajójukhoz, Mévtől hozott üzenetet. Vagy megadják magukat, vagy Mév elsüllyeszti az összes hajójukat. Elin egy nap gondolkodási időt kapott. Egy teljes nap elég idő ahhoz, hogy szövetségesei körében elterjedjen és gyökeret verjen a félelem. Elin újabb tanácskozást tartott Róvennel és Edionnal. Róven csapatát ezúttal nem hívta a királynő, bár Lorken úgy járkált fel alá, mint a ketrezbe zárt vad. Elájt csak nézte, de az ő arca nem tükrözött semmit. Elájd a fedélzeten ült Mannonnal. Dorian csöndben volt, és gyakran pillantott rájuk, mintha valami mozaikot próbálna összerakni. Edion a támadást szorgalmazta, észrevétlenül készítsék elő a hajókat és a támadást. De ezt nem csinálhatják feltűnés nélkül, mév észrevenni a manővert. Mágiájukkal gyorsabban lecsapnak rájuk, mint ahogy ők megindítanák a nyílzáport, és kivetnék a szigonjaikat. Idő. Elint csak az idővel tudott játszani. Újabb és újabb terveket vitattak meg, újabb és újabb elméletekkel álltak elő. Róven óvatosan megpróbálta Elint menekülésre bírni. Elin végighallgatta, nem szakította félbe, hagyta, hogy magától rájöjjön arra, hogy mennyire képtelen a felvetése. Az előző este után igazán felfoghatta volna, hogy Elin őt nem fogja elhagyni, legalábbis nem önszántából. Lement a nap. Mév katonái vártak, figyeltek, mint egy pár duc, tudván, hogy a nap első sugarainál fognak lecsapni. Idő, az egyetlen fegyvere és végzete egyben, ha elfogy. Valamennyi már elfogyott belőle. Egyre sötétedett, Elin pedig újra és újra megszámolta a fekete vitorlákat, míg teljesen fel nem az éjszakában. Továbbra sem tudta, mit évül legyen. A hosszú órákig tartó vita során Róven elfogadhatatlannak ítélte a helyzetüket. Képtelen volt beletörődni, hogy annyi erőfeszítésük ellenére meg kell állniuk, és ennek oka nem ereven, hanem mév. Eddig nem méltóztatott megjelenni, de ez egyébként sem volt jellemző rá. Hajnalban fog megjelenni, hogy Elin nagy közönség előtt adhassa meg magát. Hogy utána mi lesz? Róven nem tudta, mit akar Maeve a kulcsokon kívül. Aggasztotta Elin nyugalma, és később rájött, hogy ez nem nyugalom, hanem teljes sok. Róven látta már őt dühöngeni, gyilkolni, nevetni és sírni, de elveszettnek még soha. És gyűlölte magát amiatt, hogy nem tud neki megoldást, kiutat ajánlani. A fáradtság ledöntötte Elint a lábáról, ezért nagyon mélyen aludt. Róván mellette feküdt és a mennyezetet bámulta, aztán Elin arcát, vonásait hullámos aranyszőke haját, húfehér hegeit és indázott tetoválását. Olyan csendesen akár az erdőben hulló hó odahajolt hozzá és homlokon csókolta. Nem fogja engedni, hogy mindez véget érjen, és a boldogságukat tönkre tegyék. Mév nem egyedül érkezett Terélia partjaihoz, az ászlók alapján ítélve a Doranelli nemesség is elkísérte, Róván nem kevés időt töltött azzal, hogy számba vegye a zászlókat, aztán mélyre ásott az emlékezetében. Próbálta felidézni, melyik zászló kihez tartozik. Felöltözött, kisúrant a folyosóra, és csak ott csatolta fel a kardövét. Mielőtt becsukta volna maga után a kabinajtót, még vetett egy utolsó pillantást az alvó elénre. Lelki szemei előtt hirtelen képek villantak fel a múltból. Visszaemlékezett arra, milyen volt elén akkor, amikor először meglátta veraszében a háztetőn. Részeg volt, és a végsőkig kimerült. Róven sólyom alakjában rebdesett a háztetők felett, felderített. Bár Elin össze volt törve és zavarodva, mégis kiszúrta őt, és kiöltötte rá a nyelvét. Ha akkor valaki azt mondja neki, hogy ez a részeg, botrányos, megkeseredett nő egyszer az élete értelme lesz, Róven becsukta a kabin ajtaját. Ez minden, amit most adhat neki. Kiment a fedélzetre, és alakot váltott, mágikus védelemmel vette körül magát, és felrebbent a sós illatú éjszakába akár a fény. Egyenesen mély flottájának a szívébe repült. Róven unoka testvérének volt annyi józan hogy ne ülje meg őt még a levegőben, majdnem egykorúak voltak. Miután Róven szülei elhagyták a látható világot, Róven a nagybátyja házában élt, és együtt nevelkedett az unoka fivérével. Nagybátyja halálával Entna örökölné meg a rangját, ranggal, vagyonnal és hatalommal rendelkezne. End a becsületére legyen mondva, előbb megérezte Róven érkezését, mint hogy Róven besúrant volna a finom mágikus védelemmel ellátott ablakon. Enda az ágyán ült, de teljesen felfegyverkezve, kezében a kardjával. Róven visszaváltott tündér alakjába, mire Enda tetőtől talpig végigmérte, és így szólt. Milyen minőségben jelentél meg, herceg? Orgyilkos vagy hírvivő? Egyik sem. Felelte Róven, és üdvözlésképpen biccentett. Róvenhez hasonlóan Endának is ezüstösen őszes volt a haja, és zöld a szeme, de a szemében barna foltok voltak. Ha dühös volt, akkor a szeme színe megváltozott, teljesen bebarnult. Még Róven született harcos volt, akit annak is neveltek, Endát az udvari intrikákra és cselszövésekre képezték ki. Magas volt és izmos, de nem annyira szélesválu és megtermet, mint Róven bár az is lehet, hogy a különbség oka eltérő neveltetésükből adódott. Enda eleget tudott ahhoz a harcviselésről, hogy itt legyen, és apja seregét vezényelje. De életük első néhány évtizedétől eltekintve, amikor vadú rohangáltak együtt a családi birtokán, a neveltetésükben nem sok közös pont adódott. Enda a kezét továbbra is finom kardján tartotta, de izgalomnak semmi nem látszott az arcán. Megváltoztál, mondta Róvennek összevonva a szemöldökét. Jobban nézel ki. Volt olyan időszak, amikor barátok voltak, de ez régen, még Líria előtt volt. Róven szívesen elmondta volna neki, hogy ki a felelős ezért a változásért, de erre most nem volt idő. Az idő ezen az estén nem volt a szövetségese. Te is megváltoztál, herceg, felelte Róven. Apáromnak köszönhető, mondta End a visszafogott mosolyjal. Egy ilyen vallomás Róvenben egykor kellemetlen érzéseket keltett volna, mert End a szavai arra emlékeztették, hogy unokatestvére nem harcedzett katona, hanem egy vérbeli diplomata, aki jól kiigazodik a nemesi udvarokban, és jól megfigyeli a fontos részleteket. Megérezte Elén szagát, ami már örökre összefonódott Róvenével. Róven ezért bólintott, és egy kicsit ő is elmosolyodott. Ha nem tévedek, Lord Kerigan fiáról van szó, ugye? End a szagában is keveredett egy másik szag, ami mély és igaz szövetséget jelzett. Igen, ő az. Felelte mosolyogva Enda, és a gyűrűjére pillantott. Nyár elején házasodtunk össze. Ezzel azt akarod mondani, hogy száz évig vártál rá? Enda vállat vont, és már nem szorította olyan erővel a kardját. Az igazira herceg száz évet is megéri várni. Róven is tudta ezt. Annyira mélyen megértette unoka fivérét, hogy összeszorult a szíve. Endymion, mondta Róven reket hangon. Szeretném, ha meghallgatnál. Nagyon sokan ebben a pillanatban őriért kiáltottak volna, de Róven ismerte Endát, legalábbis régebben ismerte. Enda Róven többi unokatestvérével ellentétben soha nem ütötte bele az or a dolgát, orrát Róven ügyeibe. Pontosabban szinte soha. Időnként megpróbálta, de nem azért, hogy másoknak plegykáljon róla, hanem az életben maradása érdekében. Enda mindig is kitűnt a tisztességességével. Endimion meghallgatta unoka fivérét. Róven megpróbálta lényegre szorítkozni, és nagyon igyekezett, hogy egy kicsit se remegjen a keze. Úgy látta, hogy a kérése egyszerű és teljesíthető. Amikor befejezte, Enda egy kicsit, egy ideig csak figyelmesen nézte, de diplomatikus arca nem árult el semmit. Még átgondolom, mondta végül. Ennél többet Róven nem is remélhetett. Nem szólt egy szót sem, alakot váltott és kirepült az éjszakába egy másik hajó felé, aminek az zászlaját szintén jól ismerte. Hajóról hajóra szállt, mindenhol ugyanazt mondta, és ugyanazt a kérést intézte beszélgető partnereihez. Mindegyik unoka fivére ugyanazt a választ adta. Még átgondolom.